Nyáron és télen is komfortosabb körülmények között fogadhatja a rászorulókat az oltalom szeretett szolgálat. A főként hajléktalan ellátást végző intézmény egyik telephelyének több épületét korszerűsítik idén. A fejlesztésre azért van szükség, mert a megnövekedett energiaárak mellett a fogyasztás mértékét csökkenteni a szervezet, ezt a 35 perc című műsorunkban mondta el Nagy Judit, intézményvezető helyettes. Csak olyan telephelyek illetve olyan intézmények kaphatták meg, akik bentlakásos ellátást is nyújtanak, ezért nekünk kizárólag a Rákóczi utcai telephelyünk fért bele, ahol az egyház által kiért pályázatot, 40 millió forintot nyertünk rá, illetve nyilván Hozzá kell még tennünk önerőből is egy kisebb összeget. De ezt arra fogjuk fordítani, ami már ugye folyamatban is van, hogy a szigetelést megnöveltük meg a szigetelést az épületeken, hiszen a 2007-es nyitás óta azért már jelentős változások voltak az akkori szigetelés méretében és a mostani elvárásokban, illetve kazáncserét. Tettünk bele a pályázatba, hogy sokkal hatékonyabb legyen a fűtési rendszerünk. Hűtő-fűtő klímákat szereltünk be még a tavalyi évben, és ezeket, ezeket, igyekszünk úgy kihasználni, hogy ezekkel is rá tudjunk segíteni a, az időjárásnak megfelelően, akár a hűtésre, akár a fűtésre, aminek ugye különösen vörös kód esetében azért van jelentősége. Ezen a telephelyen népkonyha, nappali melegedő, átmeneti szálló, hajléktalanok otthona és szenvedélybetegek nappali ellátása zajlik. 2017-től fejlesztő foglalkoztatást is végeznek itt, vagyis védett munkakörnyezetet biztosítanak az arra rászorulóknak. A közeljövőben pedig újabb fontos szolgáltatással bővül az ellátási formák kínálata. Az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy nagyon sok pszichiátri intézmény bezártak sajnos. Ez nem minden esetben azzal történt, hogy a bentlakók hazakerültek az otthonukba, vagy más intézménybe kerültek át esetleg, ha olyan állapotban voltak, hanem sajnos nagyon sokokat a családjuk már nem fogadott vissza adott állapotban, illetve nagyon sokan voltak, akik állami gondoskodásba kerültek pszichiátri intézménybe, nekik nem is volt hova visszamenniük. És ez azt eredményezte, hogy jelenleg a hajléktalanok között azért egy jó 40%-os a pszichiátri betegeknek a száma. Ebben benne vannak az igazolt és a nem igazolt pszichiátri betegek is, akiknek még csak folyamatban van a kivizsgálása, és emiatt kellett egy olyan szolgáltatást létrehoznunk, hogy egy kicsit differenciáltabb segítséget tudjunk nyújtani az ott élőknek. Nagy Judit intézményvezető helyettes azt is elmondta, a pszichiátriai nappali ellátó engedélyeztetési eljárása folyamatban van. A részleg a tervek szerint szeptemberig megnyitja kapuit.